több részből álljon. Tehát, bőrgyógyászatilag tesztelt. Egyrészt középre van igazítva. Nézzétek meg, nem jelölgetem ki addig, ameddig bekezdés formázást csinálok. Ahhoz viszont, hogy nagyobb betűméretű legyen, félkövér és dőlt, ahhoz például már ki kell jelölnöm. Tehát megnövelem a betűméretet, félkövér, dőlt, és most már észreveszem, hogy más a betű típus is. Ennek nincsenek szerifjei, tehát zászlócskái. Magyarul ez a három közül az, Arial, így van. És akkor ez megvan. Most már egy szegény mintázat következik, ehhez nem kell kijelölni a bekezdést, nem is jelölöm ki, megszüntetem a kijelölést. Úgy szüntetem meg a kijelölést mindig, hogy egyszerűen a kijelölt részre kattintok, mert ezzel akarok további műveletet végezni. Szegély mintázat, azt mondom, hogy körül legyen a szegély, és a mintázata pedig egy középszürke. Nyomtatni akarod, akkor az első kettő, az 5-10% elég, mert az is elég sötét lesz. És már is megvan a bőrgyógyászatilag tesztelt. Ha úgy érzed, hogy egy kicsit vastagabb a vonal, akkor be lehet állítani vastagabb vonal, de ez nem része az ECDL-nél a javításnak. No, azt mondja, hogy ezt is mentsük el.